Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Weekend mai adása egy nagy-nagy programajánló lesz. Könyvek, vers, zene, egy kis mozgás, lesz itt minden. Kezdjük is egy szuper közösségi programmal, méghozzá bringázással. Május 25-én ugyanis újra Bringa Piknik, vendégeink a szervezők Pataki Mihály és Joász Miklós. Jó estét, sziasztok! Jó estét! Hát Misi, ugye te mint főszervező, ötletadó és egyben egy nagy üzlet tulajdonosa is vagy, gyakorlatilag azt gondolom, hogy most már akár el is engedhetted a kormányt két kézzel, és lazán végig tekerhetsz Tokajig, hiszen ugye ez, mondhatjuk azt, hogy már egy bevált program? Tavaly hatalmas volt a siker. Így van, tehát már ez egy bevált program, nagy lendületet ad nekünk az ez évi rendezéshez a múlt évi siker, azok a örömarcok, a családok, baráti kör, cégek, középiskolák. Nagy a lendület, nagyon várjuk. Mik voltak tavaly a legizgalmasabb dolgok, Morsi? Ugye te nem csak a szervezésben, hanem tényleg az első pillanattól az utolsó vonat nyíregyházi megérkezéséig jelen voltál. Hát így van. Az igazán nagy élmények gyakorlatilag mind a kettő történethez kapcsolhatók, egyrészt a hazaúthoz, hogy így rögtön a végével kezdjem. Nagyon sok nyugdíjas korú résztvevőnk volt, ezt még nyilvánvalóan induláskor annyira nem is láttuk át a több mint 1000 fős tömegben, viszont amikor indultak hazafele Tokaj vasútállomásáról, akkor vettük észre, hogy gyakorlatilag akik tényleg a vonattal történő hazautat választották, azoknak az 50%-a nyugdíjas korú volt, és számunkra nagyon meglepő volt, és nagy örömmel töltött el minket, hogy ténylegesen a szépkorúak is választották ezt a tömegsport rendezvényt, és vállalták a Nyíregyháza Tokaj közötti táv letekerését. Tehát természetesen voltak fiatalok is, és a fiatalok között volt olyan is, aki görkorcsolyával, három fiatal lány, aki görkorcsolyával vállalta, hogy ezt a kicsivel több mint 30 kilométer gyakorlatilag görkorival fogja teljesíteni. Tehát ez egy igazán fantasztikus élmény volt. Így az idén is várjuk az extrém dolgokat, az extrém sportolókat, hogy így fogalmazzak, tehát nem csak kerékpárosokat, hanem aki adott esetben görkorival vállalja, vagy netántán rollerrel, azt is nagy szeretettel várjuk a startnál május 25-én. Misi, amikor te ezt kitaláltad, ugye te egy sportember vagy, imádod a sport különböző formáit, nyilvánvalóan a sport szeretete mellett egy kicsit azért a közlekedési kultúra felé is próbáltad terelni azokat, akik ezen részt vesznek. Most a nézők látják, hogy a kicsik például milyen akadály kis pályán mehettek át. Hogy érzed ebbe a mostani programba, mit kell ezekből átcsempészni? Kell még mindig tanulnunk tulajdonképpen kulturáltan kerékpározni? Hiszen itt Nyíregyházán ugye már hál' Istennek nagyon hosszú kerékpárutak vannak, talán az országban a kiemelkedő városok között vagyunk. Tanulnunk mindig kell, nagyon fontos, a forgalom egyre növekszik. A Bringóviban várjuk 8 órától a gyerekeket a Kossuth téren, ezt már ebben a korban el kell kezdeni, erre nevelni a gyerekeket, de a felnőtteknek is tanulni kell, minél kulturáltabban együtt kell tudnunk közlekedni, autós, motoros, kerékpáros, gyalogos. Ennek apropóján, mint ahogy a múlt évben is, a Bringóviba kezdünk 8 órától, szeretettel várunk minden gyereket, díjazva lesznek, jutalmazva lesznek az ügyesek, és a nem ügyesek is. Reméljük mindenki ügyes lesz, közben itt látjuk ugye a lelkes kerékpárosokat. Gyönyörű idő volt tavaly, reméljük, hogy ebben az évben is. Most azért jó kiszámoltátok, és hál' Istennek nem havas esőbe kell majd tekerni, mert tényleg most már a május vége az nagyon klassznak ígérkezik. Hány órakor indulnak majd tulajdonképpen az első kerékpárosok, illetve hát ugye Tokaj a végállomás, mi mindenre lehet majd számítani azoknak, akik beérkeznek Tokajba? Lesz, aki lemarad? Ad esetleg valamiféle programról? Csatlakozzam is gondolataihoz. 8 órakor várjuk az igazán kicsiket, 3-tól 6 éves korig gyakorlatilag, akkor indul a Bringóvi. 10 órakor lesz a start, de hát a rajt előtt még effektíven lesz egy kis könnyed átmozgatás, egy kis könnyed bemelegítés, hisz azért a 30 kilométerre föl kell készülni fizikálisan is. És gyakorlatilag, amikor megérkezünk Tokajba, nagyságrendileg ilyen 11:30 körül már várjuk az első megérkezőket, 12-től pedig már színes programokkal kedveskedünk a Tokajba érkező úgymond kerékpáros turistáknak, amiben gyakorlatilag lesznek ilyen könnyed táncos programok, közel van a
gyereknap, ugye másnap május 26-án gyereknap van, így a gyerkőcöknek is egy kicsit próbálunk megkedvezni, egyrészt a tokai gyerekeknek, másrészt pedig azoknak a gyerekeknek, akik hajlandóak voltak végig tekerni a távot és bírták is hősiesen. Tavaly erre vonatkozólag egyébként volt egy nagyon fiatal, alig 5 éves kisfiú, akinek sikerült oda és vissza is tekernie. A gyerekeknek lesznek ilyen különböző mesefigurák, akik a tömegben fognak gyakorlatilag statisztálni, tehát lehet velük majd fotózni, szelfizni, és lesz egy BMX kerékpáros bemutató, és nyilvánvalóan a fő attrakció pedig egy Karma Pirium koncert lesz, amivel az eseményt zárjuk. Mai műsorban egyébként egy klippet is látunk majd a csapattól, a legújabbat. Misi, ugye te például a legelsők között érkeztél célba, hiszen profi biciklis vagy. Tehát vannak, akik lassabban csordogálnak, éppen ezért a rendezvénynek az egyik különlegessége, és ha valaki még nem hallott volna róla, ugye vannak piknik helyszínek, ahol meg lehet pihenni. Erről mindenképpen beszéljünk, hol lesznek ezek a helyszínek, hol lehet egy kicsit feltöltődni. Igen, ezek fontosak, mert egy kis pihenés, egy kis utánpótlás a pocakba mindenképp szükséges. Az első piknikpont Rakamazon lesz, ez kb. Egy 10 km után fogja várni a résztvevőket. A második piknikpont, az első lesz Nyírtelken, a második lesz Rakamazon, és Rakamaz Nagyteknősbékánál lesz a második helyszín. És utána már nem sokkal megérkeznek Tokaj főterére. Ott már látjuk a Tokaji hegyet, úgyhogy azt hiszem, hogy akkor már pszichésen meg lesz az az utolsó lendület, hogy mindenki célba érjen. Hát fiúk, köszönöm szépen, akkor pattanjunk nyerekbe. Mi pedig most már, hogy tudjuk, hogy mi is lesz az idén, ezen a bizonyos Bringa pikniken, ráhangolódásképpen nézzük meg, hogy milyen volt a tavalyi rendezvény.
A dátum marad, a helyszín viszont változik a következő beszélgetésben, hiszen Mária Pulcson is színes, ingyenes programok várják az érdeklődőket május 25-én. Vendégünk a Pulcsi Majári szervezője, Bartos Anikó. Szia Anikó, jó estét! Sziasztok! Hát ugye még gyakorlatilag ezeket a fajta majálisi programokat lehet, hogy az ember egy picit korainak érzi, mert azért ezt talán egy héttel később szoktuk inkább június elejére tenni, persze aztán ugye néha ez a majális, juniális össze is folyik. Igen. Minden esetre most már ez az időpont fix, miért éppen ezt a hétvégét választottátok? A hétvége úgy alakult, hogy sokan mondták, hogy a majális az május elseje. Igazából mi úgy értelmeztük, hogy egész május ideje alatt lehet majális rendezvény, és a május 25-e azért is alakult, mert egy picit összevontunk néhány rendezvényt, mert látható a plakáton is, hogy nagyjából három rendezvény épül egymásra, és ezek olyan szerencsésen összejöttek, hogy épp egy napra esnek, és így nem volt kérdés, hogy a május 25-öt választjuk. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy az összes évszak el van csúszva, hát ilyen hülye kérdés, tehát még tulajdonképpen szinte tél volt itt május elején. Persze az április meg eléggé szeszélyesen, nagyon nyáriasra sikeredett. Most viszont valóban, hogyha már szabadtéri rendezvényekben gondolkodunk, akkor talán szerencsésebb, reméljük, hogy senki nem fog fázni, és a kutyusokra gondolok itt elsősorban, ők biztos nem fognak fázni, mert ugye az ő bundájuk az melegen tartja őket. Itt egy ilyen kis tacskót látok kikandikálni, ez azt jelenti, hogy négy lábúakat is gondolom szeretettel vártok erre a rendezvényre, de azért kezdjük az elején, mikor indul, mégis kiket vártok, és milyen különlegességek lesznek ezen a bizonyos 25-én. Rendben, a napot azt már 10 órakor indítjuk, és a rendvédelmi szervek zarándoklatának a Pápa tér ad helyszínt. A Pápa teret mi Mária Pulcsiak és környékbeliek ismerjük Pápa térként, aki hozzánk érkezik a Dr. Bacsóka Pál utcát keresse, és úgy fog eljutni hozzánk. A rendvédelmi szervek keretében nyílt a nagy közönség számára is megtekinthető bemutatók lesznek. Ez is nagyon érdekes, lőni fognak, kint lesz a katasztrófa védelem, különböző bemutatók, a rendőrkutyás bemutató is lesz, és a város részéről már ebben az időben meghívtuk a kézműves mestereket egy kirakodó vásár erejére, ez egész napos program lesz, illetve nagyon jó vendéglátósokat invitáltunk a napra, és utána 13:00-kor hivatalosan a Pulcsi Tacsi 2019 nevű rendezvényt nyitjuk meg. Ide meghívtam az egyházi vezetőket is, illetve természetesen a polgármester urat, Papp Bertalant és Orosz Istvánt, a kegyhelyi igazgatóatyát, akik megnyitják a rendezvényt, mert úgy gondolom, hogy Mária Pulcstól nem választhatjuk el ugye az egyházi vonalat sem. Nagy örömmel vette mindenki a felkérést. Vendégünk lesz az Életjel Mentő csoport Szolnokról, illetve a Most Élsz Egyesület is vendégszerepelni fog, és még a rendőrkutyák is maradnak egy picit délután, akik újra bemutatják a produkciójukat. És a gyerekeknek is szerettünk volna természetesen kedvezni, egy kutyás, családi, vidám programot képzeltünk el, tehát nem feltétlenül tenyészszemlés, és nem is nagyon szakmai, egyszerűen csak, hogy találkozzunk, megismerjük egymást, és a kutyusokat is, nem feltétel a kutya, mert nagyon sokan feltették a kérdést, hogy de ha nincs kutyám, hogy jöjjek el? Egész nyugodtan, mindig azt mondtam, hogy ha jól szocializált a két lábú, akkor nyugodtan jöjjön. És csak tacsik jöhetnek? Nem, ez is nagyon fontos. Igen. A szalagcím. Az az igazság, hogy nekem van ebben egy pici olyan érdek, én nagy tacsis vagyok, és ezért így szerettem volna egy picit ilyen irányba elterelni, valamint pont egy olyan fajtát igyekeztem választani, ami mind a mellett, hogy a szívemhez közel áll, talán a leginkább kompatibilisebb a családokkal. Uh-huh. Szívesen csináltam volna a Rottweiler találkozót is, de nem biztos, hogy bizonyos korosztály jól vette volna. És igen, és akiknek esetleg vannak fóbiáik, uh-huh, vagy félelmeik, talán így test közelből, és valóban a jól szocializált kutyusokhoz közelmenve esetleg ezt is le tudják majd győzni, meg hát tényleg nagyon cuki a tacskó, úgyhogy reméljük, hogy jó nagy számban, sok-sok négylábú lesz ott, bízok és benne, színesíti majd bízok ezt a rendezvényt. Benne. Meddig tart majd, illetve mondjuk, aki nem Mária Pulcsról, uh-huh, hanem a környékről érkezik, annak mit javasolsz? Egész napot töltse veletek, vagy elég, ha csak délutánra érkezik?
Én természetesen az egész napot javaslom, aki hozzánk érkezik, de a viccet félretéve a délelőtti rész, az a rendvédelmi szervek zarándoklata, ott valóban a bemutatók lesznek nyilvánosak. A tacsis részre én egy családi programot álmodtam, képzeltem el, ahol gyerekprogramokkal is kedvezünk, és mindössze annyi feltétel van a kutyusok részvételének, oltási könyv rendben, csíp legyen, és jól szocializált legyen a négylábú. Szájkosár, ilyesmi, kórház? Én ezt úgy szeretném megoldani, hogy egy felelősségvállalási nyilatkozatot a gazdinak tennie kell, amikor hozzánk érkezik a kutyussal, amelyet én el is tudok küldeni online, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot. Ennyi a feltétel. A gyerekeknek hotdog készítő verseny lesz még a színpadon, este pedig koncertek, ugye az a harmadik blokka napon. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és reméljük, hogy négylábúak, kétlábúak, és mindenféle korosztály nagyon jól érzi majd magát Mária Pócson. Köszönöm szépen én is. A Pócsi Majálisban és az előtt említett Bringa Piknikben van valami közös, méghozzá az, hogy mindkét rendezvényen koncertezik Nyíregyháza egyik legismertebb és legkedveltebb zenekara, a Karma Pirin, akiknek nemrég jelent meg legújabb videóklipjük a következő percekben, ezt nézzük meg. Mi?
A mozgalmas programok után pedig egy kis pihenés következik, méghozzá könyv formájában. Vékulcsár Ildikó érkezik hamarosan Nyíregyházára, hogy bemutassa legújabb könyvét. Vendégem az esemény szervezője, Stig Gyula. Jó estét, szervusz Gyula. Szervusz, Magdika. Ugye te, mint a Váci Mihály Irodalmi Társaság vezetője, közel állsz a kultúrához, az irodalomhoz, nem csak a költőkhöz, hanem az írókhoz, és ha jól tudom, akkor Vékulcsár Ildikóhoz, aki egyébként a Nőklapjából azt hiszem, hogy szinte minden néző számára egy nagyon ismert és kedvelt személyiség, hozzá is mondhatni, hogy már baráti kapcsolat fűz. Hát úgy nagyjából igen. Bár az igazság az, hogy a baráti szó egy kicsit szorosabb köteléket feltételez, de kapcsolatban vagyunk, és rendszeres e-mail és telefonváltásban, úgyhogy az ismeretségünk tényleg régebbre datálódik. Hát olyannyira, hogy volt is már Ildikó itt Nyíregyházán, volt egy bemutatója, egy előadása, amikor a Bencs villába találkozott az olvasóival. Most viszont egy kicsit nagyobb lélegzett vételűre tervezitek ezt az estét, hiszen a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály nagy termébe várjátok az érdeklődőket, mégpedig jövő héten péntek este 5 órakor érkezik majd az újságíró ide Nyíregyházára. Így van. Az igazság az, hogy miután én a Bencs villába tavaly olyan ősz vége fele megtartott bemutatóján ott voltam, és amúgy is az írásait én bármennyire hihetetlen nagyon szeretem, független attól, hogy ugye Nőklapjában jelenik meg, és általában a Nőklapját a nők szokták elsősorban preferálni, de a stílusa, az írásai, a különböző, az írással párhuzamosan megjelenő a riportoknál a tanácsai annyira találóak, és annyira szimpatikusak, és annyira megnyerőek, legalábbis számomra, valamint az előéletét, ahogy megismertem, és nem beszélve arról ugye az újságírói teendőnek, a női újságírók között, megmondom őszintén, országos viszonylatban talán az egyik legsikeresebb újságírónak tartom, nem csak azért, mert minden héten megjelenő heti labba rendszeresen 2-3 óra a cikkekkel jelenik meg. És közben elkérem, mert 2 könyvet is szorongatsz itt a kezedbe. Igen, mert ugye mondtad, hogy te a Nőklapjából ismered. Igen. És nyilván sokan a könyvesboltból is, hiszen Ildikónak, ha jól tudom, ez már talán a 12. kötete? Nagyon jól tudod, ez pont a 12. és itt Nyíregyházán most kerül tulajdonképpen bemutatásra. Tehát közönség találkozó, és egyúttal tulajdonképpen a könyvének a bemutatása is. Na most azzal a különbséggel, hogy nem csak a most megjelenő könyve volna ott helyszínen dedikálása, nyilván, hogy egybe kötve megvásárolható, hanem az előtte korábban megjelent könyve is. Na most érdekessége talán a dolognak az, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy mindig aktuális témákkal foglalkozik, és miután őnek is 5 gyerek nevelődik a családjába. Ezért érthetően az írásai döntően e körül a dolog körül mozog állandó jellege. Egy kritikusától olvastam ugye, hogy anyaként, nőként gyakorlatilag az anyaság, a nőiesség minden életszakaszát átélte, és most itt ebben a kötetben az Anyák, nagyik és más szentőrültek címmel talán már egy nagymama korban született írásokat is olvashatunk. Persze az Ildikó nem látszik, mert hogy roppant fiatalos és nagyon jól néz ki. Jól is tartja magát. Igen. Viszont egy kritikusa azt írja, hogy ami minden egyes kötetben visszaköszön, az a világhoz való hozzáállása, a szeretet és az az optimizmus, ami átsugárzik mindenen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki, aki élet
életvezetési problémákkal küzd, egy kicsit depressziós, vagy csak szeretne az édesanyjának, barátnőjének, bárkinek például akár tanácsokat adni, vagy ezeket a könyveket tényleg dedikáltan megszerezni, az jó, hogyha ellátogat erre a rendezvényre. Úgyhogy az időnk sajnos lejárt, de tehát Kodály Zoltán általános iskola jövőjét péntek este reméljük, hogy nagyon 17 sokan. 17 órakor kezdődően. És esetleg még csak annyit, hogy a 12. könyveként ugye megjelentetve a családjából merítve sokszor a témát olyan könyvekkel jelenik meg, a mindennapi gyakorlatban életvezetési lexikontként is tulajdonképpen használható. Tehát nagyon gyakorlatias, nekem nagyon tetszenek az írásai. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, ott is lesz szó könyvekről, zenéről és még színházról is, maradjanak velünk. Kedves nézőink, a Weekend második részét zenével folytatjuk. Egy különleges koncertet ajánlunk a figyelmükbe. Május 26-án filmzene koncertet hallhatnak az érdeklődők a Kántémusz Kórus jó voltából. Hát nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is. Szilágyi Szilárd, a Kántémusz sajtóreferense a vendégünk. Hiszen erre például ugye a legutóbb nagyszerű példa volt a karácsonyi adventi koncert, ahol már egy ilyen LED fallal, kivetítővel, tényleg ilyen 21. század virtuális és mindenféle élményünk volt, de hát azért mégis a vokális zene az, ami a legnagyobb élmény szerintem, ami az ember lelkét bizsergeti. Hogy jött az ötlet, hogy ilyen fajta koncertet, vagy ilyen menüt állítsatok össze? Bizony sokat gondolkodtunk rajta. Az a helyzet, hogy egy kicsit kinőttük a Kodály iskola termét, főleg, hogyha ilyen koncertekről van szó, hogy karácsonyi Kántémusz koncert, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett, de ugyanilyen téma ez a filmzene koncert, ami a Doknányi Szimfonikus Zenekarral közösen is Hollerun Gábor fog vezényelni. Már volt ilyen próbálkozás korábban is Budapesten, és hát úgy éreztük, hogy ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni a Kodályteremben, túl kicsi hozzá. Itt persze a technika az, amire nagyon kell majd figyelni, de a karácsonyi koncerten olyan ügyesen összehozták ezt a hangtechnikusok, hogy azt gondoltuk, hogy megéri kockáztatni. Változatlan a helyszín, tehát az aréna? Így van, a Continental Arénában lesz 17 órától vasárnap a koncert, és természetesen nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is nagyon szívesen várunk, mert hogy a gyerekeknek is kedveztünk a műsor tervben, ugyanis lesz VUK, nak a zenéje, akkor a Jégvarázsnak a zenéje, Karib-tenger kalózai, szóval nagyon változatos lesz benne kórus, nagy zenekar és szólisták is. Szilárd, az jutott eszembe, hogy a VUK-kal nekünk kedvezel a mi generációk, amelyezzel mondjuk mi nőttünk föl. Pont az jutott eszembe, hogy ugye ezek a melódiák, ezek benne vannak szinte a vérünkbe, meg a fülünkbe, tehát még akinek nincs abszolút hallása, az is egy picit észrevenné, hogyha esetleg valami baki csúszna a gépezetbe, de hát azért ez nem szokott jellemző lenni a Kántémusz Kórus családok koncertjeire. Ahogy említetted, a Doknányi zenekarral közösen készül. Ez hogy nézett ki technikailag? Hogyan tudtatok próbálni? Hát az igazság, hogy ugye mondtam, hogy volt ennek egy előzménye, és mivel gyakorlatilag olyan szinten nem nehéz az anyag, hogy ezt külön ne tudjuk lepróbálni, a zenekar nagyon jól tudja, a kórus nagyon szépen megtanulja, és hát viszonylag kevés lehetőségünk lesz, hogy együtt ezt összepróbáljuk, de az nagyon intenzív lesz. Nos, hát én úgy gondolom, hogy feledhetetlen élmény mindenképpen, ami a nézőkre vár. És hát feledhetetlen élmény gyakorlatilag énekelni ezekben a kórusokban. Lehet, hogy akik hallgatják, valahol úgy érzik sóvárogva, vagy dekár, hogy én ezt nem élhettem meg gyerekkoromban, de ha más nem, akkor a gyerekeit próbálja esetleg ebbe az irányba terelni. És ezt nem csak mi magyarok érezzük, hanem szerintem minden országban ezt éli meg a hallgatóság, ahová eljuttak. Most nemrégiben a moszkvai húsvéti fesztiválon járt a Kántémusz gyermekkar, már második alkalommal, május 9-én érkeztetek haza. Milyen volt ez az utazás? Hát én nem voltam, de hogy Nénes bácsitól megkérdeztem, ő azt mondta, hogy teljesen kiváló volt a szervezés, nagyon jó kis koncertek voltak. Igaz, mondja, hogy persze nem mindig volt olyan helyszín,
ami nem hagyott volna kívánivalót maga mögött, mert voltak mondjuk egy háborús veteránok házában, tehát az nem éppen ideális a kórus számára, de a gyerekek annyira lehengerlők voltak, hogy ott is áldást követeltek, szóval teljesen mindegy, hogy hol, Csajkovszki terem viszont a világ egyik legjobb koncertterme, tehát ott is nagyon jól szerepeltek, és egyáltalán a körülmények, ahogy fogadták őket, egy ötcsillagos szállodai ellátás, stb. Szóval tényleg nagyon jól érezték magukat, és nagyon jó volt, hogy már második alkalommal hívták őket. Azt szokták mondani, hogy senki nem lett proféta a saját hazájába, de azért ez nem igaz a Kántémusz kórus családra, hiszen ugye itt most a 25. regionális és 10. országos kórusfesztivál is, minthogyha ennek ellen mondana, hiszen azért mindig fantasztikus eredményeket ér el a kórus. Hát most a Napsugár énekkar volt nagyon ügyes ezen a rendezvényen. Ez ugye régebben az éneklői ifjúsághoz kapcsolódtak, és nekünk is volt itt egy helyi rendezvényünk, azon is nagyon szép kórusok voltak, és nagyon jól szerepeltek. Ritáik úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak érteni ezzel a dologgal, és neki is nagyon jól sikerült. Egyébként nagyon szigorú volt a zsűri, és 4 aranyminősítés volt, úgyhogy ez azért is nagyon jó, hogy ezt ők most szépen megcsinálták. Egyébként hogy érzitek? Külföldön könnyebb elragadni a közönséget, mint a magyar közönséget? Esetleg lelkesebbek, vagy lazábbak, vagy érzelmesebbek? Van különbség. Olyan helyeken, ahol nagyon beágyazott a kóruskultúra, hogy ez a fajta éneklés, az a kapella éneklés Németországban, sok helyen, Angliában például, ott talán jobban odafigyel a közönség ezekre a dolgokra, de itt inkább az a döntő, hogy a kórusnak milyen az atmoszférája, hogy kilép, az egész megszólal, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy esetleg az a zenei stílus nem teljesen az érdeklődési körje a hallgatónak, el fogja ragadni. Tehát, hogyha van egy ez az ereje, hogy teljesen mindegy neki, hogy tulajdonképpen milyen közönség elé kell kiállni. Az egész légkör, amit megteremt, az tényleg egyedülálló, de ezt sokan mondták már, nem csak én mondom. Mondtam Szilárd, hogy beszélgessünk arról is, hogy hová utaznak a kórusok, de már látom, hogy ezt mi nem tudjuk végig zongorázni, mert hogy elfogyott az időnk. Mi a legtávolabbi hely, ahova most az idén nyáron utazik valamelyik kórus? Még ezt is nehéz megfejteni, de Japánba megyünk a Vegyeskarra, az elég távoli, és a gyerekek mennek a Fülöp-szigetekre, és azt hiszem ennél távolabbi már nincs is. Tehát a Fülöp-szigeteké lesz talán most a legtávolabbi. Akkor most lehet utazgatni, mert nincs Kántémusz kórusfesztivál, az majd jövőre lesz, úgyhogy akkor talán egy kicsit többet kell itthon tartózkodni, de aki nem akar lemaradni, akkor vasárnap ajánljuk, van, hogy legyen az ott az arénában. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A kórus muzsika után pedig a kultúra más vizeire elvezünk. Kovács Judit Hazátlanok című regényét mutatták be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A kötet a kismárki diáklány Lili vallomása, akit a történelem sodor magával a II. Világháború végén. Az izgalmas témájú műről a szerkesztő Király Levente beszélgetett a szerzővel. Kovács Judit Nyíregyházán élő író, a Feliciter kiadó vezetője, a Művészasztal című rendezvénysorozat háziasszonya és dramaturgia. Elbeszéléseket, novellákat, tárcákat publikált, többek között az Élet és Irodalomban, a Holmi, a Jelenkor, a Kaligram, az Alföld és a Vörös Postakocsi irodalmi folyóiratokban, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében, illetve különböző portálokon. Harmadik regénye, a Hazátlanok, az előző kettőhöz hasonlóan a Magvető kiadó gondozásában jelent meg. A mű közelmúltunk történelmének izgalmas részleteit, közösségi, illetve egyéni sorstragédiáit, traumáit dolgozza fel egy szép szerelmi történetbe ágyazva. A regény főhőse Lili Hartmann 1944-ben a Késmárki gimnázium végzős tanulója, akinek életét ketté töri a politika. Német nemzetisége miatt előbb a partizánok elől kell menekülnie, azután édesanyjával, nővérével és sorstársaival előzik, táborba zárják, majd a romokban heverő Bajorországba deportálják. A történet megírását hosszú kutató munka előzte meg, így a közép-európai történelem több fehér foltjáról is olvashatunk a könyvben. Beleástam magam a forrásokba, jellemzően német nyelvű forrásokba, és szembesültem ezekkel a fehér foltokkal, úgymond, amelyeket én történész vagyok eredeti foglalkozásom, de nem ismertem, bevallom őszintén.
és milyen fehér foltok. Tehát azt mondom, hogy elűzték őket, Lili Hartmann a regénye főhősét is, és egy év szenvedés, rabság után kiszabadulnak ők Csehszlovákiából. De hová érkeznek? A szétbombázott volt Németországba, a különböző megszállási övezetekbe. És ők németek, egy nyelvet beszélnek, de az őslakosok nyíltan ellenségesek velük. A könyvbemutatón a szerzővel a regény szerkesztője beszélgetett. Király Levente elmondta, bíznak abban, hogy a 2012-ben megjelent Megtagadva és a 2015-ben kiadott Elszakítva után Kovács Judit új munkája is sikeres lesz. Azt gondolom, hogy nagyon nagy előny az, hogy a magyar történelem hát közelmúltja, nem annyira közelmúltja, de hogy a magyar múltból még egy olyan témát dolgoz fel, ami még élő embereket is érint, azt gondolom. Tehát ugye a második világháború traumája az kifejezetten még itt van köztünk, és ezeket ő nagyon jól és nagyon érzékletesen feldolgozta ezekben a könyvekben. Kovács Judit regényének szereplői fiktív személyek, azonban minden, ami velük történik, a valóságban is megtörtént. A hazátlanok minden bizonnyal átrajzolja, de az is lehet, hogy megkérdőjelezi eddigi ismereteinket háború utáni történelmünkről. A kötet bemutatón közreműködtek Dézsi Darinka színművész, valamint Dankó Nóra és Pálfi Nóra, a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei. A következő percekben maradunk az irodalomnál. A Kamasz Terasz egyik fiatal tehetsége meghívást kapott a Sárvári írótáborba, ahol dicséretes oklevelet kapott. Vendégünk a fiatal író Tóth Virág, akit Nagy Zsuka is elkísért. Sziasztok, jó estét! Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy előttem az utódom, vagy mellettem az utódom? Milyen érzés egy ilyen ifjú tehetség fényében fürödni? Hát nagyon-nagyon jó érzés, én Virágot nagyon nagy tehetségnek tartom és érzem és gondolom, a Kamasz Terasznak is, szerintem a középiskolásoknak a nagy-nagy tehetsége a költészetben, úgyhogy én büszke vagyok rá mindenképpen. És mikor ilyen ti találkozásotok, honnan datálódik? Hát az úgy volt, hogy 2 éve, 3 éve? 2 éve, igen. 2 éve. A költészet napján meghívást... Versíró verseny is volt. Na mondd, Virág. Igen, egy versíró verseny volt ott iskolai keretek között, és ott mondták, hogy jönni fog Nagy Zsuka, és hogy nem szeretnék-e részt venni. És én akkor még nagyon fiatal voltam, még nem mehettem volna, de beszöktem, és akkor nem találkozom. És Zsukáról tudtál már akkor valamit? Hogy költő, nyíregyházi költő. És akkor végre találkozol egy húsvér költővel. Mikor kezdted te azt érezni, hogy lehet, hogy most már te is költőnek vagy írónak vallhatod magad, vagy egyáltalán kimered ezt mondani úgy, hogy ne érezz azt, hogy hát azért még biztos ezt nem is lehetne nekem gondolni magamról. Igen, ezen nagyon sokat gondolkozok én, hogy mikortól költő egy költő. Nem tudom, mi ez a pont. Én soha nem mondtam magamról, vagy szerintem ez ilyen furcsa dolog. Én nem mondtam még. Nagyon nehéz szerintem akár arról beszélni, hogy az embert mi motiválja, hogy milyen érzés az, amikor szinte zsiborognak az ujjaid, és burjánzanak a gondolataid, és úgy érzed, hogy akkor most itt van a pillanat, és ezt papírra kell vetni. Aki ezt nem élte meg, az lehet, hogy nem is nagyon tudja átélni. Egészen más az, amikor ugye te vagy az, aki a gondolataidat leírod, és megint más az, amikor megszólaltatod valakinek a gondolatait. Ugye te mindkettőt műveled, mert hogy verseket mondasz is. Melyiket érzed egyébként a szívedhez közelebbinek? Egyáltalán lehet-e ilyet kérdezni? Hát én a versmondást vagy szavalást nem szerettem régebben, meg szerepelni sem annyira, és inkább az írást szerettem mindig, az ugye egy kicsit olyan magadba burkolózol és egyedül vagy, de utóbbi időben azt is megszerettem, és kicsit bátrabb vagyok. Na hát most azért meg is mutatom, ugye itt van az emléklap, amelyet kaptál. Egyébként konkrét műnek köszönhető ez az emléklap? Mi volt, ami miatt a zsűri erre érdemesnek találtatott? Hát beküldtem egy pár verset, és abból ők 2 választottak ki, amikkel foglalkoztunk, amiket értékeltek, és az a 2
Lehet azt mondani, hogy lassan egy ilyen mentor-tanítvány kapcsolat lesz közöttetek? Vagy költőtársnak tartjátok egymást? Hát mindkettő, azt gondolom, hogy mindkettő. Ugye a Kamasteros nevű formációban vagyunk, amit a könyvtár egy hónapban egyszer ugye lehetőséget ad nekünk. Itt műhelymunkák vannak, és Virága az egyik költünk, és ott megbeszéljük a versekkel kapcsolatos teendőket. Hogy néz ki egyébként egy ilyen Kamasteros ülés, vagy találkozó? Igen, hát nem kreatív írásnak nevezném, de a picit az is, egy kicsit egy baráti társaság, kicsit egy ilyen kis lélekkuckó a fiatal középiskolásoknak. Igazából mindig hoznak vagy verset, vagy novellát, tehát Béres Tamással vagyunk ketten, novellákat és verseket hallgatunk, és akkor véleményezzük őket igazából. Elemzitek Elemzünk, véleményezzük, ugye, hogy lenne jobb, hogy kifejezőbb, mik azok a közhelyek, azok a sablonok, amiket hagyjanak el, de mindenképpen a szeretet és a barátság nevében, tehát nem ítészek akarunk lenni, hanem egy ilyen kis lelki írói kuckót szeretnénk a gyerekeknek adni, vagy biztosítani. Sokat gondolkodok azon, én is szeretek írni, és néha azt gondolom, hogy majd egyszer biztos, amikor már nagyon öreg leszek, és majd mindenki meghalt, aki most még nem örülne neki, ha visszaolvasná a saját sztoriát, vagy, tehát úgy tolom el az időbe. A másik oldal meg az, hogy ó, hát ma már mindenki blogger, hát most akkor mit harcoljak itt a többi bloggerrel, vagy íróval, igen, ti hogy vagytok ezzel, hogy tényleg boldog-boldogtalan a közhely gyűjteményeit megosztja mindenféle oldalakon, ehhez képest ugye komoly gondolatokkal előrukkolni, egy könyvet kiadni, olyan kevesen vesznek könyvet néha, úgy gondolom, néha meg úgy tűnik a könyvesboltosok, azt mondják, hogy nagyon sok könyv fogy. Igen, ez viszonyítás kérdése szerintem, de én azért azt kijelenteném, hogy még mindig sokan olvasnak, vagy akik olvasnak, azok sokat olvasnak, és nagyon sokan írnak és alkotnak. Hát lássuk, ugye 50 diákot választottak ki ebből. És talán 280 pályázó volt, tehát azért érkezett be pályázat rendesen, és aki nem ilyen szinten ír, ő is asztalfióknak telefonjegyzetbe bárhova. Tehát azért a gondolatok ott vannak, és valahol vannak. Meg kell, hogy azt jelenítsük. Jó. Virág, milyen elképzeléseid vagy terveid vannak? Most azért jön a nyár, gondolom, hogy egy kis szusszanásnyi időt csak lesz, és többet tudsz írni, és kevesebbet kell tanulni. Mit szeretnél mondjuk a nyáron megírni? Hát az eddig megírt verseimet is szeretném kicsit rendszerezni, picit olyan össze-vissza minden, és azokat szeretném így ráncba szedni. Inkább. És mondjuk egy ilyen 5 éves periódusban, ha gondolkodunk, vagy esetleg ez a mi leszel, ha nagy leszel kérdés most megfogalmazódik bennem, akkor arra mi a válasz? Hát egyelőre még nem tudom, írni biztos, hogy fogok, azt semmiképpen nem hagynám ki, és szerintem aki egyszer elkezd írni, nincs olyan, hogy abba hagyja, aki ír, az mindig írni fog minden körülmények között. Ez egy érdekes, és azt hiszem egy igazi arszpoétika. Már csak egy kérdés, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy milyen jó, ő még nem is hallott erről a Kamaszteraszról, esetleg a nyár folyamán be lehet kapcsolódni, vagy olyankor ti is nyári szünetre vonultak, hogy lesz? Tehát havonta egyszer van ez a foglalkozás, és az első szerdán mindig, a hónap első szerdáján, most ez kivétel, mert jövő héten lesz szerdán, a Kamaszterasz 16:30, és az ünnepi könyvhéten fogunk bemutatkozni, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szemle, egyik rovata leszünk mi, tehát 3-4 tehetséges írót és költőt bemutat a szemle, és a könyvfesztiválon is be fogunk mutatkozni, de nyári szünetre vonulunk, tehát a könyvtár is bezár, és szeptembertől, októbertől kezdjük újra ezeket a foglalkozásokat. Csuka, és a te írói pályafutásod, most éppen mind dolgozol, vagy mit fejezel be? Hát egy verses kötetten dolgozom, a Delej címűn, és a könyvhétre fog megjelenni egy kiadvány, egy helyi kiadvány, amit a könyvtár ad ki, a megyei könyvtár, Tornacipők a Stégen címmel. Ezek ilyen versbeszédek és kiállítás megnyitók, amiket tartalmazni fog. Köszönöm szépen, sok olvasót kívánok. Köszönjük költészethez szépen. És a prózákhoz egyaránt. Versek és próza után most pedig színházba megyünk, ahol már 10. alkalommal láthatott és hallhatott a közönség művészasztal beszélgetést, a vendég ezúttal Darvasi László volt.
házas ember gyorsan fogyni kezdett, mint mécsvilág. És midőn lelkét kiadta, vetvén magára utolszor keresztet, a szomszédlányra mutatott. Miatta. Baszorkánycudor, keblét mutatta, ilyet rám jött és elnevereztett, hogy minden csontom ropogott alatta. Égessétek meg gyorsan a vezetet. 10. jubileumi művészasztalunk van, és mindig is az volt a célunk, hogy kortárs íróink közül a színe javát hozzuk el ide a végekre, és Darvasi László határozottan azok közé tartozik, akik jelentős alkotók, jelentős életművet tudhat már most is magáénak. Nagyon különleges a nyelvezete, a regényei nyelvezete, és különleges világot teremt ezzel a nyelvvel. A napokban kapta meg a nemzetközi az Alexander Tiszma nemzetközi irodalmi díjat, és pontosan ezért a különleges nyelvért és különleges világért, amely születik az ő tollából. Úgy gondolom, hogy ma este nagyon izgalmas produkciót fognak látni, és fogják őt hallani a nézők, mert a regényeiből is lesz egy jelenet, a Júdás című novelláját fogjuk bemutatni, amelyben egy újraértelmezett Júdás figurát ábrázol, és a tárcák közül pedig Karádi Katalin fog megelevenedni a színpadon. Azt hiszem, ezzel is elmondtam, hogy ő mennyire sokszínű alkotó, különleges hangú alkotó, aki a különböző műfajok között nagyon otthonosan jön, megy és mozog. Nem igazi sziget ez, ez ahol most állok, hanem a féle hasas félkaréja a partnak. Máskor dústombozatú, most erősen szomjazó tölgyekkel, ezüstös levelű járpákkal. Többen állnak előttem. Nem is értem, hogy hogy nem hallottam meg őket. A féle alkalmi munkások. Keménykötésű emberek, akiknek az a feladatuk, hogy elkészítsék a mágiákat, kitisztítsák azt a helyet, ahol a bakó a fejeket teszi. Ki vagy te? A neve Taliás. Ja, aki békával kószál meg egy süket bolonddal. Magamban is járok jelek. Sokféle műfajban dolgozik, melyik áll a legközelebb a szívéhez? Melyiket éppen meg kell írni. Vagy melyiken éppen az ember dolgozik, igen. Valóban elég sok műfaj van, így a rovásomon, a tárcától, a nagyregényig, a gyerekdaraptól, a mesekönyvekig, a novellákig, mindenfélébe így beleütöm az orromat. Regényt a legnehezebb írni, és a legjobb. Tárcát nagyon jó írni, novellát megint csak nagyon jó írni, gyerekdarabot meg gyerekmesét írni, az meg aztán különösen jó dolog. Úgyhogy én mind, tehát nyilván azért is csinálok ennyi félét, mert mindegyikben valamilyen módon a kedvemet lelem. Vannak egyhangú írók, akik mindig ugyanazon a hangon beszélnek, és ugyanolyan formákban dolgoznak. Ez nem értékítélet. Én meg úgy szeretem magam próbálgatni nyelvekben is, megszólalási formákban is, és műfaji formákban is. És most éppen melyik műfajban dolgozik? A vonaton írtam egy tárcát, befejeztem egy tárcát, azt feladtam az aktuális újságomnak, a revizornak, ahol tárcázik a szívernő, mert szívernő néven is szoktam tárcázni, illetve még kicsit javítgattam egy mesedarabot, amit meg a Bábszínháznak írok a Trapitiből. Van egy mesekönyvem, nagyon régen bemutattam már a Gotár rendezésében a Kolibri azt a dramatizált mesekönyvet, vagy meseregényt. Most lehet, hogy a Bábszínházban meg lehet csinálni, és ez nagyon jó. És hogyan fogadta ezt a felkérést, hogy itt egy különleges műfajban fognak a darabjaiból részletek elhangzani? Ez nagyon kedves gesztus, és ja, a szerzőknek mindig nagy álma az, hogy a színpadon megjelenjenek, akár darabbal, akár dramatizált változattal, és most ugye én sem láttam még semmit a próba folyamatból, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy Taligás hogy mutat Karádi Katalin, amiből pedig lett időközben egy monodrába, és majd talán be fogják mutatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy mutat itt a Nyíregyházi színpadon. A közelmúltban egy díjat is kapott. Ez mennyire áll közel az ön szívéhez? Minden díj közel áll. A díjaknak örülünk. Aki nem örül a díjnak, az ugye az hazudik. Ez egy olyan novellás kötetér, olyan novellás kötetés sikerült megkapni, aminek az a cím, hogy Isten haza csal. Németre és olaszra van eddig lefordítva, és a német fordítás alapján kaptam meg ezt a
úgynevezett Alexander Tismadi, ez egy szerb, nagyon komoly szerb irodalom már volt, fordító is, és az első díj, amit az ő hagyatékából kiadnak, és nagyon jelentős írók voltak a rövid listán, tehát azok közül, azok abban a listában, ahonnan végül is engemet választottak ki. A Bodor Ádám például benne volt életműdíjjal, nagyon jelentős lengyel, bosnyák írók, szerb írók. Úgyhogy annak örültem, azért voltam igazán boldog, mert egy kifejezetten erős, tehát nagyon erős mezőnyben emelték ki ezt az Isten haza csal című könyvet, ami tulajdonképpen egy elég kemény könyv, kemény történetek a mai magyar valóságról. Hát mondjuk olyan, hogy kimegyünk Nyíregyházáról, és teszünk néhány lépést a földeken, vagy a falvak felé. Meg bemegyünk a pesti bérházak kevésbé üdvös vagy szívderítő világában, mert hát azért a pesti bérházak mélyén is megtalálható mindenféle kellemetlenség, uram bocsán, nyomor is akár. Kedves nézőink, ennyi program fért a mai műsorunkba. Jövő héten is várjuk Önöket újabb programajánlókkal és a Szabolcs Néptánc Együttessel. Tartsanak velünk akkor is, addig is kellemes pihenést, jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!